Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsor. A nyári szünet után immár új tartalommal, kicsit átírva az ismert történelmi mondást, nem márciusban, hanem szeptemberben újra kezdjük. És hát az újrakezdéshez, avagy folytatáshoz méltó vendég gárdával, hiszen lehet mondani, hogy a kezdőkörben megszokott szakértő vendégeink elitjét sikerült felsorakoztatni a mai műsorba. Itt van velünk Kaiser Tamás, a Fehérvár Televízió szerkesztője, műsorvezetője, volt sportszerkesztője, de természetesen a sporttal mai napig tegező viszonyt ápoló kiváló kollégánk, Németh Krisztián, aki átkötő kapocs a Fejér megyei hírlap és a médiacentrum között, szintén kiváló kollégák, és hát, ahogy egymás között szoktuk mondani, mindannyiunk szakmai, emberi, egzisztenciális és morális példaképe Horog László. Valamint mentális. Sportújságíró kollégánk. Hogy vagy, Laci? Köszönöm a kérdésed. Mondani, napok óta nem altoszom, annyira vártam a kezdést. Nem őszültél meg a nyár folyamán, ezt jól látni minden esetre. Igen, hát az biztos, hogy egy nagyon eseménydús nyár van mögöttünk, és hát egy igencsak eseménydús ősz elé nézünk, amikor biztos, hogy nagyon sok mindenről fogunk majd tudni beszélni a különböző platformokon, így itt a kezdőkörben is. És hát, hogy a kettőt valahol össze akarjuk kötni a mögöttünk hagyott nyár szép emlékeit, sportos emlékeit és a jelent, akkor azt hiszem muszáj a focival kezdenünk, hiszen nyáron olyan élményben lehetett részünk, ami nem csak a mi generációnak, de még senkinek nem adatott meg Magyarországon, hiszen Magyarországon is Budapesten láthattunk egy olyan labdarúgó világeseményt, amelyre tényleg az egész világ figyelt. Nagyon-nagyon sok néző jött el, nagyon emlékezetes meccseket láthattunk. Ez volt ugye a labdarúgó Európa-bajnokság, amely ráadásul magyar szempontból tényleg parádésra sikeredett. Legalábbis nem hiszem, hogy van, aki elégedetlenül gondolna vissza rá, hiszen a magyar válogatott nagyon jó meccseket játszott, azzal együtt, hogy tovább jutnia nem sikerült a csoportból. Viszont tegnap előtt meg ugye ugyanez a válogatott kikapott Albániában előtte itthon Angliától, tehát egy kicsit így, mintha kontrasztba állíthatnánk a nyári történéseket a jelennel, úgyhogy nem tudom, ti jó, hogy ennek az albán válogatottnak a gerincé és svájci játékosok alkotják. Ja nem, bár ez fordítva van, ugye? Svájciban van rengeteg albán. Szerintem te Koszovóra gondolsz, de mindegy. Szóval nem tudom, egy kicsit olyan ez, hogy most az álomból ébredtünk fel, vagy valahol a maga módján mind a kettő normalitás, meg realitás volt. Azért kísértetiesen emlékeztet ugye a 2016-os történésekre a dolog, amikor szintén megéltünk egy eufórikus Európa-bajnokságot, és hát az utó történések pedig egész egy Andorra elleni kudarcig kulmináltak. Akár úgy is megközelíthetjük az egészet, hogy valójában hol van most a magyar foci helye, de beszéljünk akkor a nyári emlékekről, nektek mennyire marad emlékezetes ez az Európa-bajnokság. Laci, mint európai emberünk. Aki a nagyvilág ütőerén tartja a kezét. Hát számomra óriási meglepetés volt, én előzőleg úgy gondoltam, hogy helyzetbe sem fogunk nagyon kerülni. És akkor jött egy portugálok elleni meccs a 81. percig. Bármi történhetett volna, bár helyzetben nem kerültünk, aztán volt az a francia egészen elképesztő dolog, ahol Fiola Attila bizonyította, hogy végtelen küzdőszellemmel, akarattal és hittel milyen messzire lehet eljutni. Egész az asztaliga oldalon a mellett, ugye, aztán sikerült a védjegyévé vált gólörömmel felborítania. Aztán volt a németek elleni meccs, amit nyilván nem láttam a helyszínen. Nyilván. Az pedig egészen félelmetes volt, hogy egy 84. percig szintén továbbjutása állsz, és a végén látszott a németeken, Jogi Löwön különösen, hogy várja a végét, tehát attól tart, hogy valami még nagyobb lama következhet. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar futball túl teljesített, mint hogy túl teljesített a 16-os EB-n is. Azért hozzá kell tenni, hogy rengeteget fejlődött a focink. Elég csak annyira gondolom, hogy ez most már negyedik évben lesz európai csoportkörben magyar csapat, egyszer a Vidi, háromszor a Fradi, ami korábbi években alig volt elképzelhető, hogy 20 évente jutottunk be a BL-be. És a válogatott is, azért ha nincs Michel Platini annak idején, a 16-ról 24-re emelés az egy óriási lépés volt, mert abban a 8-ban azért döntően be tudunk csúszni. Itt a VB-s elejtezőkön, itt mindig azt mondom, hogy 13 megy ki a VB-re, abban nem nagyon hiszem, hogy van helyünk. Tehát én úgy gondolom, hogy a mostani szereplésünk, ez Albánia vereség, az angolok ellen is, ez benne volt. Tehát főleg bocsa szabadalak a 13-mal ugye, sokszor, tehát ugye a foci EB kapcsán is láttuk, és nem megbántva az U15-ös női vízilabda válogatottat, de láttam ilyen posztot, hogy miközben fanyalgunk, aközben az U15-ös női vízilabda válogatott meg Európa bajnok lett. És mondjuk pont egy vízilabdával, de akár kézilabdával is párhuzamba állítani, tehát itt 13 európai top csapat mehet ugye a világbajnokságra.
Ezek a sportágak pedig döntően olyanok, hogy egy világbajnokságon van mondjuk összesen kézilabdában 13 épkézláb csapat, hát vízilabdában azért még annyi sincs, tehát épkézlábról beszélek, ahol tényleg nem tegnap kezdték a sportágat. Tehát ez az óriási kontraszt, azt gondolom, és ezért kell egészen más platformra helyezni a labdarúgást, és azt, hogy tényleg a franciákkal, a németekkel, a portugálokkal tényleg pari meccseket tudtunk játszani. Egészen más kávéház, mint tényleg más sportágakkal összehasonlítva, és tényleg itt 13-ban bekötött, itt nem leszünk mi VB-n baromi sokáig, ha csak nem lesz még a középpályán még három Szoboszlaink, lesz még, mit tudom én, három Szalai Attilánk hátul, meg nem jön a következő Szalai Ádám. Tudom, hogy sokan nem szeretik Ádámot, vagy nem értik, hogy mit keres a válogatottban. Szerintem Albáni ellen pontosan meglátszódott, hogy Szalai mit jelent a válogatottnak. Az egy nem a legjobb játékos ennek a válogatottnak, de hogy a leghasznosabb, azért azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen. Na de ugye most te is azt mondod, hogy nem lesz még egy Szoboszlai, vagy kettő-három. Nem mondtam, azt mondtam, hogy kellene, hogy legyen, akkor lenne szanszunk arra, hogy top 13-ba bekerüljön. Akkor hol kell mérni azt, hogy fejlődik a magyar futball? Tényleg tudjuk, hogy most egy meccsen bármi megtörténhet. Lehet, hogy az albánok elleni vereség sem reális, ahogy a németek elleni döntetlen sem feltétlenül, egy másik végén a számegyenesnek, de hogyha nem azon múlna nálunk minden, hogy éppen Szoboszlai sérült-e, vagy nem azon múlna-e, hogy Vili Orbán sikerül-e honosítani, akkor azért mondhatnánk, hogy tényleg előrébb tartunk, de összességében akkor úgy éljük meg, hogy az EB volt egy álom, és a realitás az, amit most látunk. Az EB nem is volt ugye Szoboszlai, tehát itt már megdől, amit mondtál. Én azt gondolom, hogy az EB nyilván az egy eufórikus állapot volt. Nyilván volt idő rá készülni, mert 3,5 hetet készült, azt hiszem, együtt a válogatott. Nyilván összehozta a srácokat az, hogy mindenki azt nézte, hogy Szoboszlai nélkül, egy 20 éves játékos nélkül mire lesz képes ez a válogatott. Ennek általában megvannak a pozitív hatásai. Én picit azt éreztem egyébként Anglia és Albánia ellen is, hogy azt vártuk, hogy ha majd Szoboszlai ott lesz a pályán, akkor mi lesz. Ugye Albánia ellen a sportújság szavazói Szoboszlait látták a leggyengébbnek, ami nyilván egyértelműen nem volt igaz. Hát vele szemben a legnagyobb az elvárás nyilván. Így van, de azért mondom, hogy én szerintem ott kell a magyar labdarúgás fejlődését valahol keresni, amiről Laci beszélt, hogy 4 éve ott vagyunk az európai csoportkörben, folyamatosan ott voltunk most 2 egymás követő Európa-bajnokságon, oké, 24, de azért vannak olyan sportágak, ahol indokolatlanul magas a létszám ahhoz képest, hogy mondjuk hány országban veszik valójában komolyan, meg hány országban kell kvázi meghívót küldeni, figyelj, dobjatok már össze egy csapatra való játékost, vagy a rendező országnak adott esetben mondjuk egyik vagy másik szakákban úgy kell tényleg összekalapálni, és fél éves külön edzőtábort, meg esetleg közepesebb úszókat meghívni, hogy ott legyen a pályán, és akkor kapnak itt 28-30 gólt. Tehát itt majd át is köthetünk az olimpiára is előbb-utóbb, ahol azért láttuk, hogy vannak ilyen. Tehát labdarúgásban ez elképzelhetetlen férfi vonalon. Női vonalon azért ott is láttunk az olimpiára, mit tudom, 10-1-et, vagy mi volt most, vagy 14-0 talán, a hollandok. Azért, bocsánat, már az úszást említetted, tehát azért van, mi vagyunk olyan, rendelkezünk olyan virtussal, mi magyarok, meg szeretjük annyira a sportot, teljesen mindegy, hogy miről van szó, hogy azért tudunk rajongani az úszásért is, vagy hát a vízilabdáért, meg ugye az is hasonlóan tradicionális, de itt volt azért a vizes VB 2017-ben, hát ott, amikor azért amikor a férfi csapat játszott a félre sikerült finálét, ott még találkoztunk is a szurkolói zónában, szóval azért ott is mi nagyon szeretjük a sporttal alapvetően, hogy ez a vizes VB is egy óriási élmény volt számomra, ahogy egyébként a 2016-os egy éve korábbi franciaországi EB is volt. Én nem gondoltam volna akkor, hogy ezt 5 év múlva, hát azt pláne nem gondoltam, hogy nem, hogy plusz 1 évet várni kell a pandémia miatt, de akkor nem gondoltam volna, hogy azt a Marseille élményt még lesz, ami übereli majd, amikor Izland ellen x-eltünk, és azzal gyakorlatilag matematikailag biztossá vált a továbbításunk a csoportból, de ez a részben hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság, ezt sikerült ezt überelni, és ez életem legnagyobb élménye volt ez a 2 mérkőzés, főleg amit láthattam. 2,5 másodperc, amíg azt hittük, hogy vezetünk Portugália ellen. Így van. Az még úgy hagyjál, mert a végén ott nagyon, nagyon azért lefelé fityett mindenkinek a szája, mert nem érdemeltünk akkor a verést, mint amekkorát kaptunk. De ezzel a franciák...
ellen az a mérkőzés, meg ez a fityó gól, ez valami fantasztikus volt. Nyilvánvaló, hogy mentálisan a csapat lelkiállapotát tekintve az, hogy hazai pályán játszhatott egy ilyen elképesztő hangulatú arénában, az is nagyon sokat számított, és ugyanakkor azért azt se felejtsük, és azért erről is érdekel a véleményetek, hogy alapvetően nyilván a csoportbeosztást tekintve teljes outsiderként tekintett ránk mindenki. Nem csak a magyar közönség, az ellenfelek is. És ez egyrészt jelentheti azt, hogy egy kicsit talán lebecsültek minket, másrészt, hogy a Marco Rossi féle csapatnak az igazi ereje és szerepe és valahogy komfortzónája ez, amikor egy végtelen, precízen és szépen megszervezett védekezés a lelki plusszal és mentális tartalékokkal képes tönkretenni az egyébként nyilvánvalóan erősebb ellenfelek játékát. Tehát nem az van, hogy igazából nekünk ez fekszik, mint hogy Benchtork alatt is nyilván alapvetően azért a megszervezettség miatt volt jó a csapat, és nem az, amikor elmegyünk Albániába, és azt gondoljuk, hogy egy albán válogatottat illene labdabirtoklással, helyzetkialakítással, gólokkal megadásra kényszeríteni. Ez a szegmens azért nincs bent jelenleg a válogatott játékában. Az egyik dolog, hogy szerintem baromira nem néznek már le minket, és nem azért, mert EB-n voltunk kétszer, hanem amikor megnézed a csapat összeállítást, akkor nem azt látod, hogy MTK, mit tudom én, Videóton, Békés Csaba, hanem azt látod, hogy Lipcse, Freiburg, Mainz, tehát hogy azért ennek a válogatottnak a gerincét most jelen pillanatban egy elég erős Bundesliga kontingens alkotja. Ott van még akkor tényleg Szalai Attila, aki simán emeltett volna bármelyik európai topbajnokság középcsapatába, hogyha a Fenerbahce nem akar 20x millió eurót érte, és majd nyilván el is fog menni. Tehát nem néznek minket le. És az igaz, hogy mi úgy tudunk futballozni, olyan ellenfelekkel szemben megtanultunk futballozni, ahol tényleg ölni kell egy kicsit a játékot, abban még viszont nem vagyunk elég jók, ahhoz tényleg egy kirobbanó Szoboszlai kell, meg mindenkitől jó forma, hogy egyébként egy Albánia ellen, ahol szintén megtanultak futballozni az elmúlt években, azt tudjuk mondani, hogy Albániában is esélyesek vagyunk, és tudunk nyerni. De hát az előzetes occok alapján sem voltunk esélyesek, azt hiszem 2-80-at fizetett volna a legtöbb fogadóiroda, vagy e körül, hogyha nyerünk Albániában. Én alapvetően nagyon szeretem ezt a csapatot, mert életem egyik legnagyobb élményét adták. De hát azért, könyörgöm, verjük már meg Albániát tényleg. Mert az, hogy az angoloktól kapunk egy 4-est, hát Istenem, benne volt a pakliba. De azért, kicsit az volt az érzés, hogy az angol meccset, bocsánat, kicsit azért hasonlóan kezeltük előzetesen, hogy persze hát a németekkel is, a franciákkal is, a portugálokkal is játszottunk mi egy nyílt meccset, még jó eredményt is értünk el. Főleg a második fél időben azért úgy tűnt, hogy az angolok még ezekhez az egyébként kiváló csapatokhoz képest is feljebb vannak egy szinttel. Egyrészt ők aztán végképp tényleg nem becsültek le minket, nagyon odafigyeltek, nagyon kivették azt a kevés erejét a válogatottnak, ami labdabirtoklás, labdafeljuttatás, támadásban van. És hát sokkal egyértelműbben érvényesítették a tudáskülönbséget, mint a korábbi ellenfeleink. Én belenéztem a Finnország-Kazaksztán VB-sejtezőbe, és a finnek vért izzatva tudták legyőzni Kazaksztán. Szóval hát jó, persze, nincsen gyenge csapat. De azért én szerintem ebből a magyar válogatottból ez a hosszú távú stabilitás az éppen az andorrai fiaskó miatt, ami történt a 2016-os EB után, tehát ez valahol úgy néz ki, hogy hiányzik, és mindig bele kell gyalogolni egy ilyen hullámvölgybe, hogy aztán utána megint szárnyaljunk, szóval ezt valahogy ki kellene tudni küszöbölni, de azért én nagyon remélem, hogy azért ez nem úgy van, hogy ez most Szoboszlai Dominikon múlik, tehát ott van még másik 10 ember a csapatban, vagy nem tudom hány ember a padon, tehát hogy oldjuk már meg. Azért az albánok nyilván már sokkal magasabb minőséget képviselnek, mint nem tudom, 5-10 éve, de ezt meg kell oldani, mert különben... Miük van az albánoknak, ami nekünk nincs? Premier League játékosuk. Tehát nekik van Premier League, aki rúgta nekünk ugye a gólt, ő Premier League játékos gyakorlatilag. 19 évesen ugye az a Chelsea kötelékébe tartozik. Magyar játékos. Nem, tehát itt még azért nem tartunk az albánoknak, tehát azért mondom, hogy mondod, hogy verjük meg Albániát, igen. De azért ők is már egy elég komoly szintet képviselnek. Csak ebben ez a legalább csapda ne kapjunk ki, bocsánat. Nyilván ebben ez a csapda, hogy van egy ilyen EB a hátad mögött, és hát mi ezt nagyon szépen meg tudjuk beszélni, meg gondolom, előtte beszéltünk volna, és senki nem mondta volna azt közületek, hogy 3-4 góllal majd én azt mondtam, az albánokat agyon verjük.
De hát azért a távolabbi esélyeinkre nézve is nem mindegy, hogy az ilyen mérkőzéseken túl tudunk elépni az árnyékunkon, mert most nem tudom, hogy látjátok az esélyeket egyáltalán, még akkor is, ha eleve a VB-re nehezebb kijutni. Az 1986-os VB után eltelt két forduló mindig a selejtezőkből, EB-VB-ből, és két forduló után tudtuk, hogy esélytelenek vagyunk. A harmadik után nulla ponttal álltunk kvázi, és vártuk, hogy legyen valahogy vége, és új kapitány, új remények. Én úgy gondolom, hogy tényleg az elmúlt években kicsit felülreprezentált volt, tehát nem volt ennyire erős a futballunk, mint amilyen eredményeket értünk el. Én gondoltam a szerencsefaktort is, mert azért 16-ban az EB-re úgy mentünk ki, hogy az a Kleinheisler rúgta a gólt, akit gyakorlatilag a Storkon kívül ember nem bízott, a Vidi NB3-as csapatában sem nevezték, nem váltották ki a játékengedélyét, hogy ott se futballozzon. Akkor az EB-n voltak ezek a meccsek, a alabalövés, kapufa, tehát az EB-n is, hogy tovább mentünk a csoportból, Portugál kell, amit kapura rúgtunk, az gól volt, Stork zseniálisan cserélt, hozta a csatárokat, és addig gyömöszöltük a izlandiakat, végül egyenlítettünk, és akkor a belgák végül is helyre tettek bennünket. Ez a mostani EB is tulajdonképpen, sőt, ez a Nemzetek Ligája ott is, tehát az, hogy nyerünk egy Isztambulba, egy lényegesen erősebb csapat ellen, nyerünk Belgrádba, egy lényegesen erősebb csapat ellen, utána itthon megverjük a törököket, itthon kihúzzuk X-re a szerbek ellen, és megnyerjük a csoportunkat, ami már szerintem félelmetes nagy eredmény. Tudunk nyerni Bulgáriába nagyon magabiztosan, ami már szerintem óriási dolog, és azért ez az izlandi meccs itt is, a 87. percben Négo Lajos érkezéséig az el volt veszítve. Tehát mi úgy jutottunk ki az EB-re, hogy úgy gondolom, ami bal szerencse, mert azért itt akadtak bal szerencsés momentumok az elmúlt 4 évtizedben, itt most sok minden visszajött. Tehát én úgy gondolom, hogy üzembiztosan nem feltétlenül kell megvárni Albániát, mert ennyivel nem lettünk jobbak, az angoloktól kikaphatunk. Az EB döntő előtt mondta egy ismerősöm, hogy nagyon bízik benne, hogy az angolok nyerni fognak, mert akkor nagy képűen jönnek, és ez nekünk esélyt adhat. És egyébként ebben van valami, mert az angolok kikaptak, de valószínűleg vannak ők ennyire profik, hogy akkor is EB győzelem a hátuk mögött is nyertek volna. Tehát én úgy gondolom, hogy továbbra is nagyon szeretem ezt a csapatot, kiváló labdarúgók alkotják, jó kvalitások, de tulajdonképpen én azt hiszem, hogy abban az európai top 13-ban, aki majd kimegy a VB-re, én nem gondolom, hogy lenne helyünk. Tehát nekünk azt hiszem, hogy az EB szereplések reálisak, hiszen kétszer sikerült, megfelelő stratégiával sikerülhet a folytatásban is. Egyébként ugye 86-tal kezdte, azt jegyezzük meg, hogy ma 80 éves egyébként Mezei György, aki jó egészséget kívánunk ezúttal is neki, aki tészta, ugye utoljára... Tészta, nem tészta az ebédben. Gyuri bácsi. A tortájában se kerül szénhidrát szerintem. Ugye ő vezette ki utoljára a magyar válogatottat világbajnokságra. Hát meglátjuk, tényleg nehéz kérdés ez, mert Rossi azt hiszem az egész magyar nemzet szívébe belopta magát, és valóban azokkal az eredményekkel is, amiket már az EB előtt fel tudott mutatni, és szerintem most van egy ilyen tovább lépési kérdés, hogy tényleg helyzetet kidolgozni, azokat értékesíteni nagyobb mennyiségben és minőségben fog-e majd tudni a magyar válogatott. De akkor térjünk át a másik nagy nyári eseményre, főleg, hogy már azért érintettétek ti is. Ez pedig ugye az olimpia volt, ahol született fehérvári érem. Nem olyan sok volt eddig a nyári olimpiák történetében. A télin mennyi volt? És nem is nagyon látom a jövőt e tekintetben. Téli olimpia, mindig osztrák vagyok, én mindig osztrák vagyok. Igen, hát ott szedjük mi is a lejtőket végül is. Szóval gondolom, hogy az olimpia kapcsán pedig aztán végképp nem lehet hiányérzetünk, persze ezt is sok felől megközelítve cincálták, meg elemezték szét a számokat, a statisztikákat, éremtábla, szerzett érem, hány sportágban szereztünk érmet, de hát ez a nagyon furcsa körülmények között rendezett tokiói olimpia egy év csúszással, nézők nélkül. Nekem nagyon különös volt, hogy tényleg volt versenyző, aki épp hogy megszerezte az ezüstérmet, még a könnyeinket le se töröltük, már itthon volt. Tehát mintha versenyzők is úgy lettek volna, hogy ez nem az olimpia volt azért, ami a régebbi nagy hangulatú, de mennyire jött át nektek? Semennyire. De hát ez... Én azt gondolom, hogy ennek a nyárnak, és akkor nem csak olimpia, hanem hozzuk ide Walter Attilát is, Ennek a nyárnak az a pozitív üzenete szerintem a magyar sport számára, és tudom, hogy sokan nem szeretik a relativizálást, én mégis megteszem, és azért lehet engem utálni. Szóval hoztam volna, ha nem hozom. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nyár megmutatta azt, hogy igenis vannak olyan sportágak,
amelyeket a világon nem csak hogy komolyan vesztek, de széles tömegbázis van mögötte, ezáltal üzlet van mögötte, ezáltal utánpótlás van mögötte, és baromi nagy értéket képvisel. Mi még mindig le vagyunk ragadva, én azt gondolom, egy-két olyan sportágnál, ami már bocsánat, a lőtéri kutyát nem érdekli, mert nem olyan, mert elavult, és a többi. Ugye Laci mindig szokta ilyenkor visszadobni a labdát, hogy bebezzeg a triatlon. Én azt gondolom, hogy a triatlonnak most is előre, a triatlon az egyik olyan sportág egyébként, ami megmutatta, óriási bázis van mögötte, rengetegen csinálják a világban, itthon is egyébként, teltházas versenyekkel megy, amatőr szinten, tehát az amatőr bázisról beszélek, ugye ott a mountain bike, az az olimpiai negyedik hely, rengetegen mountain bike-oznak, rengeteg mountain bike-ot adnak el a világban, tehát ez mutatja többek között egyik oldalról és sportágnak az erejét. Ugye Walter Atti országúti kerékpár, menjen a Balaton köré, vagy csak Fehérvári utakra menj ki, rengetegen országútiznak, tehát ezek a sportágak a jövő sportágai az e-sporttal szemben, mert baromi jó, hogy lehet izé PlayStation-özni, de nem az e-sportág legyen a jövő, én azt gondolom, tehát ne, tessék kimenni a szabadba. Hát nem is biztos, de visszatérve egyébként, hogy ezeknek a sportágoknak is, például a triatlonnak is, amit én nagyon-nagyon szeretek, de tévéből én se szeretem nézni, mégis egyébként sokan nézik, sokan szeretik, ennek is például előre fele kell gondolkodnia, és itt van néhány sportág szerintem lemaradva, hogy még mindig azon vitatkoznak, akár a vízilabda esetében, hogy most tényleg lehet-e kisebb pályán játszani, nagyobb kapuval, kisebb labdával. Hát bocsánat, a néző mit akar látni egy meccsen? Több gólt, nem? Tehát, hogy és sok sportág van, akinek mennie kell, de visszakanyarod az eredeti gondolatmenethez. Én azt gondolom, hogy ez a nyár az olimpiával együtt, Walter Attilával együtt, ugye Giro d'Italia, három szakasz rózsaszín trikó sporttörténelem, tehát nem nagyon van ilyen. Én azt gondolom, a mi sporttörténetünkben... Bicsák Bencével. Bicsák Bencével, így van. Az óriási dolog. Egyébként így van, és ott van. Tehát, hogy egy sportág, hogy mekkorát lépett előre a labdarúgás mondjuk az elmúlt években, szerintem pont a triatlon mutatja meg, hogy mind férfi, mind női vonalon magyar rekord született a 7. és a 12. helyen. Top 10-ben ott lenni az egészen elképesztő mutatvány, én azt gondolom, és tényleg reális esély van a későbbiekben egy Bicsák éremre, Bragmaier éremre, ez benne van, de hogy ezek, hogy meg kiderült az, hogy igenis vannak olyan sportágak, amivel érdemes foglalkozni, lehet foglalkozni, és még egyébként a világot is érdekli. És akkor te azt mondod, hogy a magyar sportok abban az irányba kellene elmozdulnia, hogy ezek a sportágak legyenek igazán frekventáltak. Nyilván ez nem ott kezdődik, hogy valaki ezt kiadja a jelszóként, tehát meg kell teremteni a feltételeit a létesítményekben, emberanyagban, szakértelemben, sok mindenben. Ugyanakkor egy olimpiához, talán csak kizárólag az olimpiához ma már hozzátartozik, hogy még mindig büszkén nézzük a birkózást, a kajakkenút, adott esetben az öttusát. Csomó olyan sportágat nézel, amit egyébként 4 évig nem is látsz. Tehát láttad Szilágyi Áront vívni az elmúlt 5 évben? Nem. Én se. De én ugye kín rádió hallgattam, vagy telefonon a horvát tengerpart, iszonyatosan tudtam neki örülni. De én azt gondolom, hogy tehát én nem ki kell adni, itt az kell, ez mindig az adott sportágnak, a szakági szövetségének a felelőssége, hogy megfelelő marketinggel, megfelelő munkával fölépítse a saját bázisát, a saját utánpótlását, és kineveljen ebből olyan versenyzőket, akik egyébként az egészet húzzák magával. És én azt gondolom, hogy a kerékpársport erre elképesztően rossz példa, hogy hogyan ne csinálj valamit, és mégis hogy jön ki belőle valami jó. Hiszen, hogyha visszaemlékezünk, akkor a kerékpársport az elmúlt 10-15-20 évben a marakodásról, a veszekedésről, a lakatzár, a verőemberekről is szólt, és mégis van egy Walter Attilánk, egy Dina Marcink, ott van ugye tényleg az negyedik hely az olimpián mountain bike-ban, fantasztikus dolog, de egy normálisan működő sportági szakági szövetség ezt elképesztő módon meg tudná lovagolni, hiszen mindenki Walter Attila akar szerintem a nyáron lenni, abban a pár napban egészen biztos vagyok. És más sportágoknál is lehetne ezt mondani. Én az atlétikát nem értem, ugye most az atlétikai szövetséggel picit kapcsolatban vagyunk, én nekik mi is mondom folyamatosan, hogy az a legnagyobb baj az atlétikával, hogy hogy tömegek ülnek egy világbajnokságon a lelátón, azért kisebb versenyre már nehezebb megtölteni nagyobb stadionokat, tehát nem véletlen, hogy nem egy nagy atlétikai stadionban van a Gyulai Memoriál, mert az az ember, aki hétvégén kimegy futni, vagy elmegy egy utcai futóversenyre, az futni megy, hol ott atlétizál. Tehát, hogy szerintem itt sok olyan dolog van, amiben lehetne előrelépni. Nem tudom. Én nem vagyok annak a híve, hogy
tehát én most egy picit ezzel szembe helyezkedek, tehát hogy nehogy már attól legyen valami érdekes, hogy valami villog meg csillog. Tehát az, aki, az az ember, aki mit tudom én 10.000 métert fut, vagy 4.000 métert, vagy bármennyit, abban ő belerakja a munkát. És az, hogy én meg akarom őt nézni, nem azért nézem meg, mert nagyon látványos, hanem hogy megcsinálja. És mondjuk van egy verseny. Tehát, hogy... Ennek hol a határ, az egyik tehát, kérdés. Nem a másik a kérdés, a másik kérdés a sport, az, hogy... A sport az önmagában sport, egy érték. De a sport egy bizonyos szintig, egy bizonyos szint fölött pedig már üzlet. És hogyha üzlet, akkor nem mindegy, hogy például mondjuk az állami pénzek, azok hova mennek el? Olyan sportágakra, ami egyébként alul lecsapódik úgy, hogy lesz mögötte utánpótlás ebből egészséges felnőtt, és van mellette mondjuk egy olyan amatőr sport, ami szintén az egészségre nevel. De tulajdonképpen te azt mondod közül, hogy az egész olimpiai eszmét úgy, ahogy van, be lehetne szántani, meg el lehet ásni, hiszen az olimpia kellene, hogy arról szóljon, hogy nem csak az üzletileg sikeres sportágok, ugye nagyon sokáig még az is kérdéses volt, egyébként nem gondolom, hogy jogosan meg jól, hogy mondjuk a profi teniszt beengedik-e, vagy azok, akik valaha profiként díjt vettek fel, azok sokáig az olimpiára be se tehették a lábukat, vagy kizárták őket. Nyilván most már nem ezt az időt éljük, de valahol mégis maradt egy olyan eszmeisége, hogy ez az, ahol 4 évente mindenki, aki a világos sporttól összejön, és nem kell egyiket a másik fölé helyezni, azt mondani, hogy mondjuk az országúti kerékpárt, ami szintén nem csillog-villog, hogy a Krisztián szavait értsem, hogy az többeket érdekel. Hogy ne csillogna, villogna? Hát az elképesztő nézettséget produkál. Igen, de most most a külsőségéről, beszélek. Tehát, hogy valahol az olimpia mindig arról szólt, hát hogy... Hát ez a baj, Laci, hogy tehát nálunk nem, hogy mi olyan sportágakra költünk, ahol... Most a hétvégén voltam egy eseményen, ott elhangzott, hogy figyelj, fiúk, gyertek tornázni, mert összesen 4 tornáznak az országban, most nem torna, csak behelyettesítem a sportágat, és egyébként, ha eljöttök, akkor jövő héten megyünk az Európa kupára, nincs ellenfél. Hát hol jó ez, gyerekek? Hát, ilyet, hát én nem is, de nyilván ez már nagyon a véglet. Én arra gondolok, hogy téged akkor az olimpia, mint olyan, mint egy tényleg a világ legnagyobb sportversenye, az már egyáltalán nem hat meg. Tehát ahol összejönnek a világ legszegényebb országaiból is, leggazdagabb országaiból is. Csak azt gondolom, hogy nagyon sok olyan sportág van ma már, ahol egy világ, sőt a legtöbb sportág, mivel szabadkártyákat osztogatunk Erik Muzambániknak, a világbajnokság az erősebb, magasabb színvonalú az olimpiának. Oké, egy sport ünnep, de hogy arról kellene szólnia, hogy az a top, a non plus ultra a fölött nincsen, ami a bajnokok ligája a fociban, de jelen pillanatban nem ez van az olimpia kapcsán, hiszen tényleg rengeteg szabad kártya megy ki, és ugye például én Muzambánival szemben is mindig azt mondtam, hogy oké, tök jó pofa, meg jót röhögünk, Isten nyugosztaljak, nézi ilyen közvetítésén, meg hogy a csávó majdnem belefulladt a vízbe, de az az ember, az a versenyző, aki mondjuk egy tizedre marad el a szinttől, vagy mondjuk benne van a világ 10 legjobb úszójában, de a saját nemzetén belül 2 megelőzi, az nem jut ki, az szerintem gáz. Az igen, ez megint más, hogy való, hogy ki lehet, meg hogy az az eszme, hogy mindenki mindenhonnan legyen reprezentálva. De mit gondoljunk akkor a mi magyar sikereinkről? Hiszen, hogyha megnézzük azokat a sportágokat, amiket te preferálnál, abban nem nyerünk. Miközben másról sem szól 4 évente legalábbis, hogy a magyar nép, a magyar nemzet, a magyar ember önbecsüléséhez az, hogy olimpiai aranyért eljátsszák a himnuszt a világ távoli pontján, az hozzá tartozik. Én nem leszek népszerű, nálam a top 3 az Milák Kristóf, és megvertek segít most eszembe a kislány neve mountain bike-ban, de majd ha beszéltek, mindjárt kikeresem, és Bicsák Bence. Tehát nálam ez az első 3, ami a 3 legnagyobb siker most az olimpián. Tehát de mondom, én relativizálok, tehát engem lehet ezért bántani. Nyilván Szilágyi Áron azáltal, hogy 3-szor egymás után szintén óriási dolog, és a többi. Ez ugye mi az a birkózás? Tehát mi kötött fogásban vagyunk jók, miközben a világ szabadfogású birkózást csinál. Tehát, hogy ez is olyan, persze, baromi jó meg minden. De... mindig lehet, mert azt is meg lehet nézni, hogy valóban első ellenfele. És senki nem akarom bántani, óriási munka van. Óriási munka van benne. Van sportág, ahol 3 nyert meccsel olimpiai érmes vagy akár aranyérmes.
de hát valahogy mégis úgy néztük, nem? Tehát azért még mindig jó magyar sikert látni. Más kérdés, hogy mondjuk a gyermekkori lelkesedés benne marad-e még az emberben ennyi idősen? Kicsit mi azért túltoljuk ezt az olimpiát. Én úgy gondolom, a Kajzinak nagyon sok dologból igazat adok, tehát hozzáteszem, hogy nézők nélkül pont az a hangulat nem volt meg, hogy nyerek egy olimpiát, utána letérdel a világ előttem, szórakozok, bulizok, éjszakázom az olimpiai faluban, tehát élvezem a sikert, itt pedig másnap már menni kell a reptérre. Tehát nagyon speciális olimpia volt, ezek a hajnali keréksek megint nem tettek hozzá sokat, nagyon kevés dologra keltem fel én is, és aztán nem feküdtem le a Rasoszkira, illetve a Gulaszomára. Vasblanka, bocsánat. Elnézi, Vaskatablanka, elnézést tényleg. De hát elnézést. Tehát ez az olimpia, ez érdekes, hogy mi ezt a nemzeti összetartozást, sikeresek vagyunk, mindig aranyabba mérjük, holott egy osztrákot nem hiszem, hogy különösebben zavar, hogy alig van aranyérme. Tehát átrendeződtek a társadalmak nagyon sok tekintetben. Ott én... a Kurzarbeit most, ami fontos. Hát nem akarom odáig elvinni ezt a témát, ami egyébként tőlem nem lenne idegen, hogy egyáltalán mennyi létjogosultsága van ma még az olimpiának. Akkor, amikor például, ha már a Kajzi példáját akarok mondani, nyilván egy Tour de France-t, vagy a Giro d'Italiát, akár nagyságrendekkel többen néznek egy adott évben, és az minden évben van, mint ahány ember fölkel egy kajakkerú verseny miatt. Kvázi többet is ér, tehát többet is ér egy Tour de France győzelem, én azt gondolom, mint egy olimpiai bajnoki cím. Nyilván egy Grand Slam-et is sokkal nehezebb megnyerni, mint az olimpiát a teniszt. Tehát oda azért szoktak már elmenni a nagymenők kis túlzással, akinek nem egyébként mondjuk gyerekkori vágya az, hogy olimpiai bajnok legyen, mert ugye üzlet, és az Grand Slam-ben sokkal jobb üzlet, hogy meglegyen neki az is. Tehát, ugyanakkor még mindig nagyon sok sportoló mondja a világon, és a legprofibb sportágok, legprofibb, legtöbb pénzt kereső csillagai is, hogy egy olimpiát nyerni, az egy különleges cél, és egyszerű élni az ember életében. Hát, figyelj, szerintem megnézed a Forbes kereseti listáján a top 20-at, szerintem nem találnál benne olyat, akit különösebben mozgatna az olimpia. Jó, na, Krisztián lesz hányszoros, az hányszoros világbajnok egerszegi Krisztina? Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy hány olimpiai bajnoki címe van. Így innentől van. Kezdve nincs kérdés, hogy az olimpiának milyen jelentősége van. Az úszásban igen. Az úszásban igen. Átalakult az olimpia, olyan sportágok felkerültek az üzletnek. Jó, hát a gördeszka az tényleg az. Semmi kereskedő, akrobatikus félcső, meg téli olimpián is. Tehát meg téli olimpia is. Gumiasztal. Egyre szűkült a keresztmetszet, és hoztak olyan sportágokat, hogy kitolják két hetes, hogy valóban legyen benne két hét, mert korábban voltak a jégkorong események, volt a síugrás, meg voltak a sífutóversenyek is valamelyest, de az igazság az, kellettek olyan sportok, hogy valóban legyen benne két hét. A nyári olimpián is nem tett hozzá az olimpiához tényleg a pandémia, a hajnali kerések, tehát a teljes időeltolódás, meg itt is azért felbukkantak olyan sportágok, amikkel én nem tudtam mit kezdeni. Tehát valószínű a koromnál fogva, és az Oli is, amit mondott, hogy az a gyermeki lelkesedés, hogy tényleg korábban 0-tól 24-ig olimpiát néztem, nyilván az életünk is átalakult, egyéb dolgok is foglalkoztattak, mint gyerek fejjel, hogy nem csinálunk már csak foci ebét, VB-t nézünk, de az biztos, hogy egy kicsit más lett. Lehet, hogy mondom, a speciális körülmények tették azzal, hogy engem se érdekelt már olyan mértékben, mint korábban. Ez együtt lehet, hogy a fehérvári tévénézők megköveznek minket, hiszen Kovács Saci azért érmet nyert. Hát őt néztük. És természetesen néztük, szurkoltuk, és nagyon örültünk neki, speciálisan egy olyan sportágban, amely bőven belefér abba a kalapba, amiről a Kajzi beszél, ugye, hogy tényleg egy periférikus sportág. De hát mondjuk ahogy az ország hangulatának, néha ünneplének, önbecsülésének jót tesz, úgy lokálpatriótaként, fehérváriként, nyilván nekünk is ez egy nagy élmény, hogy van egy fehérvári olimpiai érmes. És hát azért ne feledkezzünk meg a magyar paralimpiai csapatról sem, amely ugye hát óriásit virított Tokióban az elmúlt hetekben. Na most, ha akarna még élesebb vitát, akkor ezt elvihetnénk abba az irányba. Menjünk-e Maslimán? Jó, elmehetünk egyébként, hiszen... Amúgy is van vita körülötte, de hát mindegy, ezt nem nekünk kell így szerintem megoldani. Én azt gondolom egyébként, és visszatérve még egyszer tényleg a relativizáláshoz is, hogy egyébként, tehát hogy senki ne érezze magát megbántva, mert tehát óriási munka van egy-egy eredmény mögött. Én most tényleg az üzleti, rohadt üzleti szempontból nézem ezt a dolgot, mivel sajnos, teszem hozzá sajnos, a sport üzlet lett.
És ez, akkor... ez esetben most tényleg nem egyet abszolút értve és érezve a te véleményedet, de akkor mi a véleményed arról a egyébként nemzetközi viszonylatban kimagasló összegről, amit egy magyar olimpiai aranyérmes kaphat? Hiszen ugye láttuk, hogy Csipes Tamara 100 millió forint körül keresett, igen, azzal, csak... hogy érmeket szerzett, miközben te arról egy olyan sportágban, amelyet egyébként nyilván nem nézel meg a olimpián kívül, és, nem, és nincs benne az üzletileg prosperálók nagyon között. Nagyon nehéz, hogy azt látjuk, hogy alapvetően tényleg a hozzánk hasonló országokban fizetnek ezért nagyon-nagyon komoly pénzeket, fejlettebb, nagyobb országokban nem. És ennek azt gondolom, hogy ez egy, az egyik oka az az, hogy hát igen, nálunk amúgy is fontos, ugye nemzeti stratégiai ágazat lett a sport, de korábban is nekünk nagyon fontos volt, én azt gondolom az olimpia. De nálunk egy világklasszi sportoló, még akkor sem, hogyha egyébként mondjuk az általam relativizált listának mondjuk a top 5-ös sportágában ér el kiváló eredményeket, nem tud annyi pénzt keresni, mint egy német, egy francia, egy brit csillag. És valahol ezt azt gondolom, hogy kompenzálni kell, nem tudom, hogy kell-e, de hogy... Nem kell, akarjuk valami miatt. Igen, akarjuk, így, mert ez egy motiváció. Tehát, hogy hiszen egy nagyon kevesen lesznek olimpiai bajnokok. Csak kérdés, hogy nem torz-e pont emiatt, amit ebből a pillanatban kimondtál, hiszen nem biztos, hogy sokkal rosszabb, sőt valószínűleg mondjuk a magyar sikersportágakban ugyanolyan képességű versenyzők vannak, és az egyik az 100 millióban jó haza, a másik lehet, hogy ki sem jutott az olimpiára. Itt a motiváció akkor egy kicsit torzít is szerintem. Nálunk egy kicsit szerintem eltúlozottak ezek az összegek, még pedig azért, önmagában nem lenne az, mert a világ legjobbja keresen 108 millió forintot, viszont ők évközben is már nagyon jól keresnek. Tehát itt nem az van, hogy a semmiből hirtelen nyerek, és felépítem magam. A németeknél 4 éve 7500 euró volt az olimpia aranyérem, de csak hogy egy nem annyira messzi példa, Hunyadi Emese kikerült annak idején Ausztriába, olimpiát nyert, első magyar téli olimpiai bajnok már osztrák színekben. Egy osztrák bankban dolgozott, és fél év fizetés nélkül szabadságra ment. A 2008-as Peking győztes német öttusázó olimpiai bajnok volt, szintén fél év fizetés nélküli szabadság. Tehát másként működő társadalmak, de én úgy gondolom, hogy nem sajnálva senkitől, én azt hiszem, hogy ezek a megnyert összegek a társadalomtól egy kicsit elrugaszkodottak. Tehát 100 milliót nyerni 4 év munkával, de nem 100, hanem ott azért még nagyon szép jövedelmek voltak. Én úgy gondolom, hogy eltávolodtak. Tehát Németországban 7500 euró, gyakorlatilag egy melós fél évi bére. Ha ezt arányba állítjuk a mi jövedelmeinkkel, akkor azt hiszem, hogy de óriási munka van benne, és pillanatnyilag nem sajnálom. Kovács Kokó mondta a 96-os aranyérme után, hogy kapott ő akkor 8 millió forintot, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ez nem rossz, de nem is akkor összeg, hiszen ő abban az adott évben a világ legjobbja volt az ő munkájában. És úgy gondolja, hogy ez érhetett volna akár többet is. Tehát ez viszonyítás kérdése minden. Na jó, hát, ha még szeretnék egy éles hangú vitát, akkor egyszerűen a Kokó és a Kajzi viszonyát fogjuk elemezni. Én azt gondolom, hogy ma már, tehát tényleg 96 Atlanta, végignéztem az össze, tehát minden, amit adtak, tehát tényleg militári lovaglásról nem lehetett úristen, engem közvetítenem kellett elrángatni engem, de tényleg ma már azt gondolom, hogy valóban azoknak, tehát az egy eredmény, amikor valaki tömeget tud kivinni az utcára sportolni, vagy be egy csarnokba, és ez egy baromi fontos, többek között a digitalizáció okán is, hiszen tényleg elképesztő teret nyer az e-sport. Tehát, hogy ezek ma már nekem például sokkal fontosabbak, hogy azt látom, hogy vannak olyan események, legyen az tényleg futóverseny, triatlonverseny, egy családi sportnap, egy sportágválasztó, ahol azt látom, hogy 5 éves, 5-től a 100 évesig, vagy tényleg 0-tól 100-ig mindenki kipróbál valamit, és haza tud valamit vinni. Ennek a csúcsa kell, hogy legyen az olimpia, de én meg nem sajnálom tőlük ezeket a pénzeket, mert akkor megint visszaköthetnénk a labdarúgásra, Neymar, Ronaldo, Messi, Mbappé, Haaland, tehát ezek Milovét keresnek, vagy akár csak Szoboszlai Dominik.
Tehát Szoboszlai Dominik hát én... egy szerződéssel, egy szerződés aláírással keres annyi pénzt, mint amiről beszéltetek, hogy 100 millió forint a két olimpiai címért. Ennek több köze van a piaci viszonyokhoz, mint a mondjuk a kajakkenuban megkereshető pénzeknek, hiszen egész eddig erről beszéltünk. Hát ha a piaci viszonyokat nézed, akkor szerencsétlen kajakkenusok éhen halnának, mert nyilván ma Magyarország nem csak kajakkenu, 95%-ban azt gondolom, hogy szimpátia alakú szponzoráció megy, hiszen nincs olyan cég, aki azért, mert egy kajakkenust szponzorál, több mondjuk mobiltelefont adna el. Itt egy-egy sportág vagy sportoló van, aki tényleg marketing alapon vagy reklámpiaci alapon lehet úgy támogatni, hogy utána te azt tudod mondani, hogy már pedig én ebből többet adtam el, mert te azt mondtad, hogy vagy rajta van a mezeden. Jó, 5 percünk maradt körülbelül az adásból, és azt gondoltam, hogy itt a végén egy kicsit arról is beszélünk, nem csak ami volt vagy van, hanem ami lesz. A fehérvári sport újabb szezonja, ugye, ami a csapatsportokat és a nagy figyelemmel kísérő sportokat illeti, hamarosan kezdődik. Most mivel nincs arra idő, hogy itt mindenki nagyon részletesen kifejtse a elképzeléseit, jóslatait, azt gondolom, hogy így felosztanánk köztetek a sportágokat annak függvényében, hogy ki melyikhez áll igazán közel, és mondjátok el egyéb mondatban, hogy mit vártok. Laci, rád gondoltam, mint a jégkorong ban is nagyon a jégkorong otthonos. Fehérvári nem akartam mondani, mert az azt gondolom, hogy minden poén és egyéb nélkül. Bár nem, Ocskai Gábor a magyar hoki pápája, akkor te lehetsz a fehérvári hoki pápája. Kispápa. Érsek. Szóval sikerül-e kétszer egymás után playoffba jutni az EBL-ben? Vagy hát most már nem úgy hívják, de mindenki. Az úgy gondolom, sikerülhet, tehát ez egy elég jó állomány, bár most hétfőn fog kiderülni a két emlékmeccsel, hogy valóban hol is tartanak a felkészülésben. Itt a négy közi jutást tartom én nagyon nehéznek, mert a 14. 2007 óta íródik ez a EBL sztori, illetőleg most már ICE, de mindig azt mondtam, hogy négy gazdagabb csapat, erősebb csapat mindig lesz. Az olaszok között most már két olasz csapat van, az osztrákok között. A négybe jutás az nagyon nehéz ügy, az annyi mindenek kéne teljesülnie, és talán a sportági keresztmetszet meg a fehérvári anyagi biztonság sincs azon a szinten, de a nyolcba bejuthatnak. Én nagyon szurkolok nekik, mert a tavalyi egy nagyon különleges szezon volt tényleg, hogy rengeteg utazással, nagyon jó alapszakasszal, aztán egy elég erősen elrontott folytatással. A négy közé én nem gondolom, hogy jár is lenne, de a nyolcba bejuthatnak, és ezt látom ebben a csapatban. Krisztián, lát két sportág fog jutni, azért is, mert nagyon otthon vagy mind a kettőben, a foci és a kosárlabda. Uh-huh. Hogy érzed, melyikben leszünk sikeresebbek? A kosárlabda vonatkozásában, hogy én a mester cikkeit hivatalból is olvasom. Én meg az evezést. Igen. De nem csak hivatalból olvasnál. Nem csak hivatalból olvasom. Most nem időzünk tarantyú. Úgyhogy én tőle kérdezném meg, hogy hogy érzi a mixtúrát a csapatban, a légiósok és a magyar mag. Akkor beszéljünk a fociról, jó? Csak mert az adás idő lejárt közben, és a Kajzi még a kézilabdáról fog beszélni. Vidi, hát a triatlonról lesz. Vidit illetően, majd meglátjuk, mi lesz a Vidi Fradi. A Vidi Fradi, meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem az döntő lesz az a csata. Tehát ha azt elbukjuk, akkor... Az alak olyan vélemények, hogy Rebrov után most a Fradi lesz annyira gyengébb, hogy a Vidi egy kicsit erősebben akár. Szerintem ez a Fradi nem gyengébb. Ahogy így elnézem, nem gyengültek. Sőt. Uh-huh. Sőt. Jó, de hát azért a második helyet illene visszaszerezni. Hát a Puskás gyengült, én úgy látom, úgy, hogy az viszont az a Kisvárda. Kisvárda erősödött, igen. Hát ezt a Fradit nehéz lesz megfogni, de én szerintem sorsdöntő lesz az egész bajnokságot nézve ez a Vidi Fradi. Tehát ha itt megcsípjük őket, akkor lehet esély. Amit egyébként, mivel ugye elhalasztották korábbról, ugyanazon a napon fognak rendezni, amelyik napon a Győr női kézilabda csapata érkezik majd Fehérvárra, hát nyilván egy esélyes meccsre, de a fehérvári kézisek esélyeit nem ez alapján kell megítélni. Tomi, te miben reménykedsz? Abba, hogy halványgőzön nincs, hogy mit tud majd ez a csapat, szerintem sokan vannak ezzel is, ez lehet a mi nagy fegyverünk, hogy az elmúlt években sajnos egy picit olyan csapat lettünk, akit azért még itt Fehérváron is meg lehet tehát verni, tele fiatalokkal. És jött szerintem egy nagyon,
nagyon normálisnak, nagyon jó fejnek és határozottnak tűnő edző, egy elég érdekes mixtúrával kell, hogy dolgozzon, hogy a Krisztiánt idézzem, légiósok, fiatalok, idősek. Meglátjuk, én szerintem az lehet az esély, hogy itt mi lehetünk a bajnokság egyik fekete vagy sötét lova, hogy szokták ezt mondani? Szokták mindenhogy, de a sötét a helyes. A sötét lova mi lehetünk. Tényleg bármi, kies nem fogunk, abban egészen biztos vagyok. Óriási meglepetés lenne ott a top 4 körül. Én szerintem egyébként a rejtés nyilván 4-8, de hát ezzel meg annyira nem lövök mellé, hogy az elmondani nem lehet. Én bízok egy ilyen negyedik, ötödik helyben, meg a Ferencváros bajnoki címvédésében a Győrrel szemben. Köszönöm szépen, az biztos, hogy ezekről a csapatokról, illetve a mérkőzéseikről nagyon sokat fogunk még beszélni, akár itt a kezdőkör következő adásaiban, úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon jó szezon elé nézzünk, lehetőleg nézőkkel a lelátókon, nagyon bízunk benne, hogy azért ez most már tényleg így lesz, és hát jó fehérvári eredményekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor folytatás majd a következő adásainkban. Viszontlátásra! Press start.